igaz történet alapján. Azt hittem, elkapod őket. Ott vannak. Pontosan ott. És a legjobb helyen. Akkor tereld ki őket. Rajta. Hallottátok a górét, odébb állunk. Ja, gyerünk! Kifelé, gyerünk! Akár le is szállhatnál, hogy kihúzd. Az anyját elkaptam! Na, kifelé! Ő a tied! Gyerünk már, kifelé! Ben! Lehet, hogy beragadt az iszapba. Ben! Süllyedek! Állok a csordánál! Ben! Guadalajara, that I always mistake for the moon. When I'm riding at night through the plaza, on my way back home to you. Rosszabb is lehetett volna. Aha. Ha mondjuk mélyebb a víz. Aha. Vagy ha éppen tél van. Aha. Akkor... Se perc alatt megfagyok. Örülök, hogy ilyen hatékonyan működünk együtt. Nem könnyű a cowboy élet. Erre aludj, még felgyullad a nadrágod. As when we walk, long slow walks, cross some barroom floor, I forget my doubt in the touch of your mouth and your breath upon my ear. Magyar hangok. Ágoston Péter. Rajkai Zoltán. Barát István. Timon Barnabás. Pekár Adrien. Cető Ádám. Papucsek Vilmos, Szabó Endre. Andrádi Zsanett. A Cowboy és az Úri Lány. A film ifjabb Richmond P. Hobson könyvei alapján készült. Jó vagy? Jól. Biztos jól vagy? Aha.
Mert úgy nézel jól ki... Jól van, rendben. Szoktál álmodni, Ben? Erről álmodtam. És itt is vagyunk. Én egy nőről. Akit New Yorkban hagytál? Nem, még sose láttam. Arra emlékeznék. Így véd meg az elméd. Kitalált egy lányt, hogy szórakozz. A Chilcotin indiánok szerint a látomások segítenek megtalálni a megoldást. Te simán kanos vagy. Minek mondok én neked bármit is? Mert értékeled a tengernyi tapasztalatomat. Tengernyi, persze. Hé! Vigyázz! Te barom! Te idióta! Mi a francot csinálsz? Nem látod, hogy dolgozunk? Azzal a trogacsal bekergeted a marháimat a cserjésbe! Te idióta, barom! Köszönöm! Nagyon köszönöm! Ne kéne lőni az ilyet! Rich Hobson és Panhandle nyugat felé tereli a marháikat Batnunitól a Nechako forrás vidékére. Az 200 mérföld. Hát, ja! 4 millió hektár mocsár. Fa is indián. És kitűnő legelő is. Ha elérik. Csak egy városi srác lehet olyan bolond, hogy megpróbálja. Hogy szereztek ekkora földet? Főleg a bérleti szerződésekből. Ha a végén még övék lesz, a világ legnagyobb marhafarmja. Ha meg tudják tartani. Erre én! Vanderhoof. Talán nem a vonat késik. Maga jött korán! Csá! Gyerünk már! Gyerünk! Mozgás! Szinte érzem a viszki ízét, Rita a száját. A esti hírműsorát hallották British Columbia északi részéről. Ben Phillips, nehogy azt mondd, hogy holnap lelőttek. Sajnálom, drága, de Richel Vancouverbe kell terelnünk a csordát. Nézd, Rich! Ilyen. Egy igazi húsvérnő, látod? Hello. Mióta vagytok úton? Elég régóta, hogy Rich már képzelődjön. Szerintem ismerek valakit, aki lenyugtatja az elmédet. Hitler megszállta Lengyelországot. Így van. Az angolok és a franciák hadat üzentek 2 napja. Hányan holtak meg az előző háborúban? 10 millió? A jenkiknek nem kell parázni. Roosevelt szerint Amerika semleges marad. Valaki még észnél van. Hé! Hey! Hitlert meg kell állítani. Ha jelentkezni akarsz... Ki mondta, hogy akarok? Csak gondoltam, mivel apád háborús hős volt. Ja, és kivinni a farmot. Egyedül is boldogulok vele. És nem kéne téged folyton megóvnom a bajtól. Megóvni a bajtól? Ja, Rich! Nemrég még csak egy városi vagány voltál. Hey, George! Igen? Ez egy magánbeszélgetés. Gondoltam, segítek helyre rakni Richet. Ez az én dolgom. Tudod, Rich, amikor először megjelentél, azt hittük az első telet se húzott ki. Hey, George! Igen? Ezt nem kellett volna. Itt az ideje, hogy csatlakozz Lesterhez és Shortyhoz! Mondott valamit? Ugye nem fogsz egész éjjel verekedni? Ne vigy engem kísértésbe! Téged is meg kell menteni? A vonat 4:30 indul. Nehéz eldönteni, mit tegyünk, igaz? Mr. Tuxbury? Nehéz errefelé északon farmot vezetni. Háborús időkben. Emlékszem, mikor külföldre vittek minket 15-ben. Először elviszem a csordát a piacra. A csordáját látva nem volt túl jó éve. Azok csak a selejtes marhák, Mr. Tuxbury. Eladom őket Vancouverben, amiből majd tavaszig kihúzzuk. Alacsonyak az árak.
Ha valami váratlan dolog történne, ne habozzon felkeresni a bankban. Rendben? Nem lesz gond, ha Vancouverbe írunk. De kösz. Vancouver. Gyerünk! Gyerünk! Befelé! Gyerünk! Húzzatok be, amíg szépen mondom! Az a kis rohadék közel állt, hogy ma sült hús legyen. Ez az össz? Ja, tudom. Csak ügyesen. Gondolom, tudják, hogy lementek az árak. Klassz, hogy elhalasztottad az öreg fiú kivégzését. Jól van, kiszámolom. A könyvelő már várja magukat. Vendüsszen. Mégis mi a fenének utazna ide New Yorkból? Talán így jobb. Pénzre van szükségünk, hogy kihúzzuk a telet. Ki akarnak szállni a befektetők? Most? Csak 3 év telt el, most kezd beindulni igazán. Nos, az európai háború miatt sok üzletből profitálhatnak. Ha folytatódik a háború, a marhahús megdrágul. Nem csak a pénzért csináljuk. Tudom, tudom. Amikor először adtam el Észak-Amerika utolsó nagy marhafarmját, a befektetők beszálltak, mert romantikusnak tűnt. Kedvükre van a háború. A befektetők sokkal nagyobb lehetőséget látnak benne. Nos... Közölje velük. A befektetésük 700 mérföldre északra van, és füvet legel a hegyek között. Ha kell a pénzük, üljenek lóra, és hozzák el maguk. Pen, Pen! Se időnk, se pénzünk. Rich, kérem, jöjjön vissza New Yorkba. Évekig mesélheti a cowboy történeteit. És Pen? Mindig feltalálja magát. Még emlékeznek az ön apjára, és az anyja kapcsolataival bármilyen üzletbe belevághat. Már belevágtam egybe. Ugyan? Maga cowboy, nézze, ez nem rendes üzlet, ez... Egy álom. És nem adom fel. A befektetők pénzt akarnak látni. Jövő ősszel 250 marhát szállítunk le. Majd akkor látnak. Közel vagyunk. Csak még egy kis pénz kéne. Időt kaphatnak, de az ajánlat egy centtel se több. Nem kaptál pénzt? Csak annyink van, amit a selejtért kapunk. Mennyi is az? Hát tudom, hogy üres kézzel jössz. Nem veszek lovakat. Lovakat? Remek tenyész példányok. Tom Franciaországba szánta, de meghiúsult az üzlet. A város szélére vitte őket, de a helybéliek nem örülnek a vadlovaknak az udvarban. Mennyi? Szinte ingyen volt. Mégis mennyi? Arab vér folyik bennük. $800. Ben, hogy veszünk takarmányt és fizetjük ki a segédeket télen? Van még $1200, annak elégnek kell lennie. Jó, és mi lesz a szállítással? Nem fér bele. Haza kell terelnünk őket. Akkor áthajtjuk őket a városon? Nem a város közepén, a szélén. És este, amikor alszanak. Hát jó. Te mekkora őrült vagy? Tudod, mi a te bajod? Nem hallgatsz a jó ötletekre. Ha hallok egyet, rögtön szólok. Ez mint a karikacsapás. És te még kételkedtél. Nyugi! Nyugi! Elkapom őket! Hey.
vigyázat, jövök! Nyugi, nyugi! Elnézést! 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 Kinyitom a kaput! Megjegyezted az arcát? A rendőrség úton van, tele van a környék lovakkal. Honnan jöhettek? Fázom. Bemegyünk. Kicsit még maradjunk. Sétaúton jöttél? Mi van, szellemet láttál? Mind megvannak? Mondtam, pofon egyszerű. Ugye fogalmuk sincs, milyen lovak vágtattak be a Sterlingre? Nekünk? Nincs. Szerintem megvan. Tereljék fel a lovakat, kihívták a zsarukat. Jobb, ha felszívódunk. Ben, én nem... Meg fogják lincselni, aki tönkretette a kertjüket. Több ezres akár. Gyere, Rich! And the light of the day shows us things you can't see. The glow, moonlight, on. Mostanában annyira lehangolt vagy, hogy rád nézni is gyötrelem. Láttam őt. Ha? Az álombéli lányt. Nézd, nem is aludtunk. Bevágtattam a díszes kerti partira. És ott volt ő. Hogy a fenébe kerültél oda? A vadlovak vezettek oda. Igen, alul öltözött lehettél. Biztos, hogy ő volt? És mit akarsz csinálni? Nos, ha még egyszer Vancouverbe jövök, megkeresem. Az majdnem egy év. Addig férjhez megy és ikreket szül. Lehet, hogy már megtette. Éber, mit művelsz? Hé, hát a cuccaim! Mit csinálsz? Ne veszítsd el az álmodat. Inkább keresd meg. Hé, hogy legyen mit felvenned? Sterling Club. Csak tagok részére. Ha egy nő szoknyát visel ilyenkor. Ki tud az öklére koncentrálni? Majd megmutatom az enyémet. A nő erény védelmezője? Ha így beszéltek a jövendőbeli Mrs. Connors McKenről. Mi? Felejtsd el, már mind megkértük a kezét. Arch még a jó öreg harci sárméját is bevetette. A katonai egységem készenlétben áll. Nem is randizott vele. Nyilván a legjobbra vár. Fogadok, fiúk, hogy ma éjfélig. Gloria McIntosh ujján lesz a jegygyűrűm. Állom a fogadást! Erre kíváncsi leszek. Ha,
Nem rossz, Connor. A francba. Gyorsnak kell lennie, hogy őt elkapja. Elnézést, nem láttam, hogy itt van. Mindig ez van. Nem tudja, hová ment Gloria? Dolgozni. Vagyis? Én nem akarok kellemetlenkedni. Chez Marcel, Borád és Bender. Belváros. Köszönöm. Ha netán, velem óhajt kellemetlenkedni. Jó napot! Hello! Monsieur Marcel most nincs itt. Segíthetek? Kalapot szeretnék. Kalapot a nejének? Nem. Anyámnak. Elnézést. Találkoztunk? Nem. Már? Nem hinném. Én... Egy pillanatra ismerősnek tűnt. De láttam magát. A Sterling Clubban. Akkor onnan. Milyen? Az édesanyja. Elég természetes, mint a hurikán vagy a földrengés. Én a stílusára értettem. Legyen kicsi. New Yorkba kell elküldenem. Maga New Yorki? Aha. Mi hozta ide? Broker vagyok. Izgalmas lehet New Yorkban élni. Szerintem ez a hely is csodás. Hegyek, erdők. Festői látvány. De nem túl izgalmas. Otthon is akad bőven izgalom. Talán a maga otthonában. Ez milyen? Gyönyörű. Elviszi? Szeretném. Ráér ma este? Elhívhatom vacsorázni este? Van már programom. Nos, értem. A klubban. Ott is találkozhatunk. Örömmel. $75 lesz. Anya imádni fogja. Na, ne mondd, hogy ifja Bridgemont Hobson egy bróker. Akárcsak, mint Connor és az apja biztosító cége. Azt csicseredték, hogy Connor ma felteszi a kérdést. Szegény Connor. Gazdagok, sármosak és megőrülnek, érted? Mutass egy kis lelkesedést. Ha Connorra nézek, lepörög előttem életem hátralevő része. Osztályon felüli. Mi más szeretnél? Köszönöm, hogy kölcsön adta az öltönyét. Nem is tudom. Kitalálom. A tegnap esti kávbojt. Maga lopta el? Kölcsön vettem. Amíg megvettem a smokingot. Felteszem, nem tudja, mit hoz a jövő. Dehogy nem, babot, hideg vizet és trágyaszagot. Elnézést, vészhelyzet volt. Elnézést. Szóltam, hogy sietnie kell. Ki ez a Hobson? Igaz, hogy eljegyzik egymást? Egy broker New Yorkból. Nem veszi komolyan a fickót. Nem? Az kizárt. És kit vesz? Most? Úgy tűnik valami cowboyt. Connor, kérek még egy martinit. Hogyne. Ez a Hobson nem tartozik ide. Kért, hogy Rich Hobson. Találkoztunk már? Ragaszkodj hozzá. Miért nem hiszi el Connor, hogy maga egy broker? Az voltam. Most is részvényekkel üzletelek. Részben. És New Yorki? Csak voltam. Most Vanderhoof mellett lakom. Fent északon. És mivel foglalkozik azon a festői tájon? Nos, igazából... Elnézést. Valaki Mr. Hobsont keresi. Ha megbocsát. Siessen vissza, Mr. Hobson. Szeretném hallani az igazat. Hogyne? Miben segíthetek? Ez egy magánklub, haver. És nincs meghívója. Bíztam a jó öreg nyugati vendégszeretetben. Ha most távozik, nem hívjuk a rendőrséget. Elköszönök Miss McIntosh-tól. Nem fejeztük be a beszélgetést.
Dehogy nem. Csak még nem tudod, haver. Másodjára állsz az utamban. Az a baj, hogy nem érted a célzást. Bármire is vágysz, meg tudom adni. Az apám vesz nekünk egy házat. Connor. Én... Gloria, ezt látnod kell. Vigyázz! Te vagy az. Nem akartam búcsúzás nélkül elmenni. Mondtam, hogy nem, broker. Jó ét. Ne fáradjatok, elmegyek. Gloria! Ó, oh, sajnálom. Oh. Connor! Kérnek még kávét? Miért nem mondtad meg, hogy ki vagy? Fánkot? Nem hittem, hogy elsőre elkápráztatlak. Pirítost? Persze másodszorra sem voltam semmi. Biztosra veszem, szólnak, ha kellek. Amikor tegnap átvágtattál a pásiton. Gloria, szoktál álmodni? Szerettem volna felpattanni mögéd, és elvágtatni az éjszakában. Újságot! Belépünk a háborúba! Szóval, maguk az elsők közt akarnak jelentkezni. Felhajtom a csordát a legelőre, és készen. Felejts el! Adjon egy hónapot, fel kell mezőgazdasági munkás, nem sorozhatják be. Hogy? Az ellátmányhoz kell. Menjen haza és nevelgesse a marhákat. A hadseregnek szüksége lesz a marhahúsra. Igen, de... Mennyi időnk maradt? Nem megyek. Hála Istennek. Nélkülözhetetlen vagyok az ellátmányhoz. Nem viselném el, ha elmennél. Így is vissza kell mennem a farmra. Mennyi időre? Visszajövök. Jövő ősszel hozunk egy csordát. Szerinted ez elég lesz egy évre, cowboy? Én sem örülök neki egyáltalán. Vigyél magaddal. Ne csak a kemény helyed nőnek. Főleg télen. A rosszabb, ha a klubban megtudják, hogy a cowboyom dobott. Egy hajadon, egy elhagyatott farmon, egy rakás cowboyjal. Szerinted mit szólnának hozzá? Nem érdekel. Engem igen. Komolyan? Akkor nincs más választásom. Nincs.
Tartózzalak le! Kalapot le! Szuper! Mosolyogj! Hello, Bob! És a többiek? Mind elmentek Prince George-ba, hogy belépjenek a seregbe. Graham és George is? Ők is. El, Joe, Lester és Shorty? Mindenki. A segédeim. Az baj? Korábban jön a tél. Bizony. Tuxbury mindenkinek vett jegyet, aki jelentkezni akart. Kérsz egy italt vagy valamit? Nem. Hé, megházasodtam! Remek. Bemegyek a bankba. Találkozunk a béristálóban. Eltérítette az embereimet. Polgári kötelességem volt. Azok a srácok alig várják, hogy a királyt és az országot szolgálják. Ha fiatalabb lennék. El kell látnunk a hadsereget, és őket felmentették a szolgálatból. Felbérelte őket? Vancouverben voltak. Tehát munkanélküliek voltak. Megházasodtam. Gratulálok. Melyik, hogy a hazáját szolgálja. A házasság, költséges mulatság, és hallomlovakat is vettek. Így igaz. És nem kérek hitelt a farmomra. Nem is kell. Hány marhát akar elhozni a piacra? 250. Elég biztosíték az őszig tartó kölcsönre. Délutánra elintézhetem a papírokat. Miért nem szóltál? Ez csak ideiglenes. Kérhettünk volna a szüleimtől. Nem engedtek volna be a házba, ha megtudják, hogy megházasodtunk. Apa max 3 napig képes haragudni, nem? Nem kezdem úgy a házas életem, hogy kifosztom az apósomat. Emellett Tuxbury tartozik a segédeim miatt. Mit csinálsz? Eldöntöm, mit vigyek. Hány csomaghordolóvunk van? Gloria, nem hiszem, Elnézést, Mr. Hobson. Beszélhetnénk, uram? Ed Gross, igaz? Igen, uram. Tommyval szeretnénk csatlakozni önhöz. Nagyszerű. Rich épp segédeket keres. Tereltél már marhákat? Igen, uram. A bátyám elvitt egyszer, de... Voltál már terepen? Marhaetetés? Ösvényvágás? Kerítésjavítás? Nem, de megtanulom. Ed megmutatja. Hát persze. Rich? Belejövünk. Értékelem az ajánlatod, de nem élhetek vele. Adj nekik egy esélyt. Segíteni akarnak. Gloria, a marhaterelés férfi munka. Ha segítségre szorulok, tapasztalt férfiakat keresek. Akkor nincs szerencséje, uram. Őket besorozták, hogy nácikat öljenek. Nem úgy értette, csak mérges, mert nem vették fel a seregbe. Még fogd be! 17. Igaza van. Havi $30, plusz ellátás. Holnap reggel 6-kor Franklinnél. Igen, uram. Még valami. Csak addig maradok, amíg felvesznek a seregbe. Asszonyom. Rajta, Rich. Kérdezd meg őt is. Kizárt. Fiam, menj haza! Azt hiszi, Vancouverben hagytam az eszemet. Örülhet, hogy találtál 3 terelőt. 3? A kicsit hazaküldtem. Mondtam, hogy tudok lovagolni. Gloria, ez nem egy vasárnapi lovaglás. Lássuk, jól értettem-e. 6 segéd kell, és eddig csak 2 jöhet számításba. A 2 zöldfülűt ne számolt bele. Persze, hogy ne. Igazából 2 terelőt sincs. De engem sem akarsz, igaz? Thank you.
Mit csináljak, amíg te télen marhákat terelget? Azt reméltem, berendezed a házunkat a városban. Majd tavasszal, miután Pennel elintéztük a... Mi köze ehhez neki? Ő a társam. Ahogy én is. És ha azt várod, hogy itt maradjak és Gloria. Várjalak, mint egy luxus cafka, akihez benézel, ha épp erre Gloria. Jársz... Mi az? 6-kor indulunk. Igen, drágám. Tommy, Ed, csak benneteket vettelek fel. Szóljatok a srácnak, hogy menjen haza. Ki ez? Még sose láttam. Tegnap láttam először. Fiam, ne kövess minket, menj haza! Megmondtam, hogy az angol nyereg nem lesz jó az útra. Semmi gond. Jól vagyok. Ti hová mentek? Ó, csak azt hittük, úgy értem, maga és Mrs. Hobson... Jobb, ha a tűznél maradtok. Rich. Gloria. Bármi rájuk támadhat a sötétben. Vele mi lesz? Miért nem küldjük oda a fiúkat? Nem. Biztonságosabb. A fiúk itt maradnak. De ha veszélyes? Egy éjszaka is csomagol is. Tüzet rakott. Nem lesz gond. Semmi baj. Isten hozta itthon, Mrs. Hobson. Lassan felújítjuk. Menj be! Nincs bezárva. Nos, nem viszált a küszöbön, Mr. Hobson? Parancsoljon, Mrs. Hobson. Anász utas lakosztály. Várj! Ed, elővennéd a fényképezőt? Tommy! Te meg hova mész? Friss házasok! Hideg van! Tűnés! Ben? Nem. Asszonyom? Robert McDaniels. Úgy tűnik, illene gratulálnom. Köszönjük. Rich Hobson. Ő a nejem, Gloria. A Chilcotinoktól tudom, hogy segédet keres. Így van. Havi 30 dollár ellátással. Akkor kicsomagolok. Hölgyem? Felvetted? Kell a segítség. De vadidegen. Mondta a nevét. Bejött a házba, mintha az övé volna. Akinek szállás kell, annak az ajtóm nyitva áll. Itt így mennek a dolgok. De fegyvert hord. Mások is.
Ez tényleg ő? Ed, Tommy. Lássátok el a lovakat. Lovas a bércen. Ed, hívd meg a srácot vacsorára. Igen, uram. Aztán hazamegy. Ben, hol van? Itt kéne lennie. De nincs. Talán... Mégis hol lehet? Biztos medóban van, és marhát terel. Kap még pár napot. És ha baja esett? Tud ő vigyázni magára. Visszajön. Mikor? Nem tudom, nem sokára. Nem kéne megkeresni? Gloria! Rich, nem tudhatod. Tommy! Nyergeld fel Spire-t és Buckot. Jó ötlet. Biztos vagy benne, Rich? Ja, semmi gond. Ha megemelkedik a víz, belekapaszkodsz a nyeregbe és úszol. Szóval erre való ez a furcsaság. Mára ennyi elég is. Biztos? Hiányozni fognak a fiúk. Jobb, ha hozzászoksz a társaságomhoz. Hozok tűzifát. Letáborozunk az egyik fa alatt. Te pedig előkészíted a vacsorát. Hova sietsz, cowboy? Hát, egy férfit a gyomrán keresztül lehet megfogni. Nem céloztam olyan magasra. Nos, Ben meg fog lepődni, ha meglát. Néha kicsit éles nyelve van. Ne aggódj, tudok magamra vigyázni. Mi a fene? Mi az? Kiszabadult a csorda. Ben! 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 Összetört a karám! Ben? Szívem nyomban. Többet... Magas láza van, Rich. Mutasd. Amíg rád gondolkodom. Fordítsuk meg. Mi történt? Vérmérgezés. Hello, haver. Akkor rosszabb, mint gondoltam. Hát, az majd elválik. Mi másért hoztál volna ide egy angyalt? Fogd a karját. Hozom a szerszámokat. Hova mész? Tartsd a karját. Ó, a halálvörös vonala. Na hát, visszajöttél. Hogy? Nem hittem, hogy visszajössz. Persze, hogy jöttem. Ne vigyük vissza Vanderhoofba. Nem bírná ki az utat addig. Akkor hozzuk ide az orvost. Oda-vissza 6 nap. Addigra meghalnék. Vérmérgezés. A toxémiás szepszis elnevezése. Komoly, gyakran életveszélyes. Gloria, halkabban. Hé, Ben! Meséltem, hogy vérmérgezést kaptam vadfúrás közben Texasban? Értékelem az elméleti tudásodat. Az orvos azt mondta, meghalok, ha nem amputálja. Te másképp gondoltad. Ja, a fiúk elvittek Dallasba, és megmentették a lábamat. Remélem, figyeltél közben. Meglátod holnap, milyen komoly leszek. Igyá. Leszoktam. Mélyre kell vágnom, hogy kiszedjem az egész gócot. Vágjunk bele. Arra nem lesz szükség. Nem húzodom el. Jól van. Jól van. Gloria, felítatnád a vért? Tessék, ezt fogd meg. Mi az a vadfúrás? Tessék? A texasi vadfúrás.
fúrokkal olajat keresünk. Nem is meséltél erről. Nem titok. Miután abba hagytam Stanfordot, akkor csináltam. Stanfordot? Tudnom kéne még bármit a múltadról? Mivel a következő 50 évet együtt töltjük, gondoltam, inkább beosztom. Későbbre hagynátok a vitázást, és rám tudnátok koncentrálni teljesen. Elnézést. Hogy vagy? Kevésbé lüktet, mint korábban. Oké. Okay. Már betehetjük a csövet. Elaludt. Szerinted rendbe jön? Még korai megmondani. El is vérezhetett volna. Igen. Cselekednünk kellett. Pedig csak egy karcolás volt. Itt ilyen az élet. Bármi megölhet. Nézd a csillagokat. Rich azt mondta, szereti ezt a kekszet. Túl kemény. Sokáig dagasztotta. Gondolom, jobban van. Nem kell aggódnia, értem. Felteszem, visszatér a városban, mielőtt a hó lezárja az utakat. Nem megyek vissza Vanderhoofba. Itt maradok. Nem akarok trágyaszagú lenni. Te mondtad, hogy hozzam el. Azt mondtam, keresd meg. Hozd, keresd. Mi a különbség? A te ötleted volt. Az álmaidban kísérted. Gondoltam, így elfelejted. Nem mondtam, hogy vedd el. Azt meg végképp nem, hogy hozd ide. Most már itt van, és most már ezt kell elfogadnod. Mást is zavar. Tudom, hogy mit teszek. Életedben először. Gondolj bele. Ő egy szép, kifinomult városi lány, egész életében mindenki körülötte forgott. Hogy bírja ki a 6 hónapos telet egyedül? Nem lesz egyedül. De te elmész a marhákat terelgetni. Várni akartam, hogy elmondjam, még jobban leszel. Változott a terv. Csak azért, mert volt egy kis balesetem. Még nem változtathatsz a tervünkön, ahogy Lester Short és a fiúk megjönnek. Tudnod kell róluk valamit. Történt valami? Semmi, kivéve, hogy már az amerikai hadsereg közlegényei. Elment a józan eszük. Mindenki jelentkezett. És te mit keresel itt? Vigyázok a marhákra télen. Mi látjuk el a hadsereget. És kiket vettél fel? 2 fiút. És egy cowboyt a Chillicothe-aktól. Robert McDanielst. A színes bőrűt? A srácok kik? Nem ismered őket. De ha ennyi emberrel akarjuk kihúzni a telet, le kell vinnünk a csordát a farmra. Mióta eltűntél, hogy megújítsd a magánéleted, az egész művelet dugába dőlt. Ez az újdonság mentett meg. Gloria akarta, hogy megkeressünk. Én vártam volna pár napot. Már nem élnél. Látod? Nem jó ez így. Már is hagyod, hogy irányítson minket.
tagadok, hogy a nősülés jól lehúzott minket anyagilag. Ja, pont úgy, mint a lóvásár. Én is voltam nős. Te? Az első telet egy határ melletti táborban töltöttük Montanában, a semmi közepén. Egy nap, mire hazaértem a terepről, lelépett. Tényleg? Nem tudtam. Ki kell találnom valamit? Egyáltalán nem kell emiatt aggódnod. Én már elintéztem. Ezt hogy érted? El van intézve. Miről beszélsz? Tewksbury adott kölcsönt. Az összes marhát oda ígérted neki? Pontosan. Remek. Szép munka. Közeleg a tél, itt vagyunk. Elveszítem a csordát. És egy lóhoz beszélek. A férje kitűnő szakács. Csípős. Ezt a receptet is Kubából hozta az apád. Idősebb Rich, az életét kockáztatva az egész spanyol flottát törbecsalta a Santiago-i öbölben. Nem is tudtam. Becsületrendet is kapott. Rendkívüli sztori. Ki vagy? Porter. Leo Porter a hegyi vadászoktól. Ben? Leo. Leo, bemutatom Glóriát, a feleségemet. Gloria Hobsont. Örvendek, parancsnok. Részemről a szerencse. Gratulálok, Rich. Ez meglepett. Köszönöm. Rich csak ilyen. Csupa meglepetés. Ülj le közénk. Egyél egy kis pörköltet. Mi történt veled? Elfertőződött egy karcolás. Már jól vagyok. Köszönöm. Azt hallottuk, Daniels Robert megint a környéken van. Gondoltam talán... Értem. Miért ültél megint nyerekbe? Erre felé nem sokat ér az autó. Járjatok nyitott szemmel. Daniels Robert? Igen, asszonyom. Magas néger férfi. Nem Robert. Jó. Mielőtt úgy megtelsz Rich pörköltjével, hogy mozdulni sem tudsz, kössük ki a lovat. Nem akarom ijesztgetni, de ez az ember igen rossz féle. Miért riogatod folyton az újoncokat? Gyilkosságért körözik Arkansasban. Nem lepne meg, ha álnevet használna. Siessetek! Ez nem olyan egyértelmű. Porter Daniels Robertot keresi. Persze. Egy Daniels Robert nevű gyilkos biztos nem a McDaniels álnevet választaná. Pontosan. Semmit se tudsz Robert McDanielsről, ugye? Ez más, mint a város. Nem avatkozunk bele mások életébe. És ha én beleavatkozom, mert tudni akarom, egy gyilkos mellett érek-e? Egy ember magánélete csak rátartozik. Ha akarja, elmondja. De nem kérdezem meg. Remek. Ahogy a vadfúrásról sem. Vagy Stanfordról. Így van. A határmenti szabály. Hát ez nevetséges. A tette alapján ítéljük meg az embert. Hogy bánik a szerszámmal, és hogy üli meg a lovat. De miért hord fegyvert? És egyedül hagytad a fiúkkal. Figyelj, még ha McDaniels is az, ki tudja, mi történt? Arkansasban keresik. Ma lehet, hogy csak összekeverik. Biztos, hogy az egyetlen néger a környéken? Szerinted azt is bejelentenék, ha Porg és Bess eltűnnének? Thank you.
Gyere el, most tegyél nagy fiú! Na, gyere! Áó! Ez fáj! Á, fáj, mi? Na, elég lesz, feladod? De miért adnám fel? Most kezdett csak belejönni. Ők azok. Na, gyere! Mondtam, hogy fiúk. A szülők fizetnek a pelenkázásukért? Hol van meg Daniels? Azt mondta, összetereli a csordát Batnuniban. Elindult arra, mielőtt a rendőr ideért. Mondtam már, hogy menj haza. Meg Daniels azt mondta, maradhat. Egész jól lovagol. Tessék. Anyád tudja, hol vagy? Anyám meghalt. Lásd el a lovakat, két napja úton vannak. Hát ez remek kis felállás. Hogy érted? Feleség, gyerekek, egy egész család. Miről beszélsz? Én itt csak segéded vagyok. Ha az lennél, akkor kirúghatnálak. Jobb, ha megyünk. Igen, finom volt Mrs. Hobson. Igen. Jaj. Holnap reggel elkezdjük betörni a vadlovakat. Törtetek már be... Mindegy is. Jó ét. Jó ét, srácok. Még pár hónap, és megtanulják a lasszózást. Oh, oly fáradt vagyok, egy tűpárnán is elaludnék. Tied a padló, Rich. Gloria, lenne kedved kártyázni? Képtelen lennék tovább... nyitva tartani a szemem. Ben, nem kéne kimenned a... Már voltam. Leálltál volna. Na, ugye? Mi az? Húzódjál rébb. Rendben, adj helyet! Áj, anyám! Ilyen nincs. Nők! Mutasd, mit tudsz? Rajta erősebben fog, gyerünk! A marhák egész nyáron a hegyvidéken legelnek, úgyhogy termeszthetnénk szénát. A völgyben, és ide szállíthatnánk, hogy télen is legyen mit enni. Nyugi! Nyugi! De vissza kell hoznunk a havazás előtt. Miért? A marhák buták. Éhen halnának, mielőtt megtanulnák kiásni a füvet alóla. Vigyázz, tarts ki kölyök! Szép volt! Juhi! Húzodj félre onnan! Jó van! Gloria, fogd meg a szárat! Nem a nyereggel kéne kezdeni? Ma lenne rá időnk. Lassan, lassan. Jól vagy? Igen, jól. Biztos? Gloria, ne anyáskodj. Férfiként bánunk velük.
Rendben, munkára! Nézzétek! Két már is feladta a harcot. Olyan vékony, hogy nem érezte a ló. Hadd nézzem. Ne mondja el. Kérem, ne szóljon. Szúró fájdalmat érzel? Belül? Nem. Az izmokban. Biztos csak egy seb. Szerencséd volt. Kit hány éves vagy? 15. Majdnem. Két? Jobban lovagolok a fiúknál. És maguknál is. Kellek a terelésnél. Ha bármi történne... Ha úgy dönt, hazaküld, elmegyek máshová. Gloria! Vár a széna! Kutyabaja! Megyek már. Havazni kezdett. Mennyire lenne nehéz elterelni 250 marhát Batnunitól Necsakóig ebben az évszakban? Ha jó az idő és elegen vannak, úgy... És ha a csapat két tizenéves srác és egy vancouveri nő... Esélytelen. Kölcsönt adtam a csordára. Hobsonnak és Philipsnek? A csorda a biztosíték. Mind a 250 marha. Sajnálom, hogy ezt mondom, de így nem marad 250 marhájuk. Nagy kár. Be kell hajtanom a kölcsönt. Rajta. Rendben. 15 a kettőért. Szokette. Meddig kell még itt lennünk? Gondolkodtam. Na, ez rosszul kezdődik. Én megyek a marhákért, te pedig itt maradsz, amíg meggyógyul a kezed. Gloria veled marad. Mi? És ha visszaesik? Hidd el! Még egy kézzel is én vagyok a legjobb. Nem maradok kávét főzni. Nem kértem, hogy kávét főzzön. Jól van nincs már, jól van. Nem hagyhatsz itt. Jól van! Mind megyünk, mint egy nagy, boldog család. Köszön egy a kettőért. Batnuni. Maga Robert McDaniels? Igen. Úgy látom, 50-et már összeszedett. A másik 50 a bozótosban van. Hogy áll a csapat? Hozzájuk képest még Rich is a nyerekben született. Készítsétek az abrakos tarisznyát! Holnap reggel 5:30-kor meghajtjuk őket! Ez a nyereg nem kényelmesebb? Akár egy kényelmes szék. Ha a lábad fáj, túl rövid a kengyel. Ha a feneked, túl hosszú. És ha mindkettő? Az jó. Mi történt Tomival? A ló megpróbálta bevinni a fák közé. Hadd segítsen! Menni fog! Mr. McDaniel, sajnálom. Ed meglökött és... sajnálom. Sajnálom. Semmi gond. Nem lett bajom. Csak az erszényének. Visszaveszem a dohányt, ígérem. Amint a városba érünk. Az túl hosszú idő két cigi között. Ez közel volt. Véletlen volt. Láttad, mekkora kése van? Azzal írtotta ki fél Texast és Oklahomát. De csak nőket ölt, nem?
Ja, persze. Eddig. Számolom. 8 marha hiányzik. Ti tereltek, vagy alva jártok? Ott veszíthettük el őket, ahol Necsakónál az út ketté vált. Jól van. Visszamegyek értük. Te főzöl! Robert, menjen maga! És vigye Kitet is. Ne inkább egy idősebb fiú menjen. Szerettem volna pihenni. Nem baj, ugye? Nem. Rich! Majd én főzök. Menj te! Elég újszerű ötlet. Ha ezt megbeszéltük, elindulhatnánk végre, mielőtt a marhák megvénülnek. Mondhattál volna valamit? Ben a főterelő. Ne avatkozz bele ilyesmibe. Ó. Oh. Szóval hagyjam, hogy a nagy Ben Phillips elküldjön egy fiatal fiút egy lehetséges baltásgyilkossal. Tudom, hogy fáradt vagy. De ha vitázol Pennel, összezavarod a segédeket. Utána mehetnél elkapni. Gloria, ez nem demokrácia. Ilyen a marhaterelés. Ha nem tetszik, menj vissza a farmra. Miért pont oda? Csak próbálom elmagyarázni. Miért a Vanderhoofba, vagy akár Vancouverbe? Igazából ezt szeretnéd, nem? Francba. Oh, there's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong. You're just a fool, you know you're in love. You got to face it to live in this world. You take the good along with the bad. Sometimes you're happy and sometimes you're sad. You know you love him, you can't understand why he treats you like he do when he's such a good man. Jó reggelt, kávét? Kérek. Nem láttad Glóriát? Nem. Ed? Hol van Buck? Hajnalban indult útnak. Azt hiszem, Mrs. Hobson ellovagolt. Mi? A nejet talán kezdi érteni. Tudod, hova ment? Végre elkezdett hallgatni rád. Miről beszélsz? Ha így van, nem számít ki a hibás. Nem tudnád érthetőbben? Ne aggódj már, hajnal előtt felkelt, felnyergelte Buckot és ellovagolt. Miért nem szóltál? Nem ismered a nőket? Tegnap este először mondtad el a szabályokat, és ő megfogadta. Visszament a farmra. Végre megtanulta, hol a helye. Sértette a fejemet. És be akartam kötözni a fejét.
Sajnálom, azt hittem, hogy meg akar ölni. Láttam a kést, és véres volt a kalapod. Megvan a kalap! Annyira sajnálom, Robert. Semmi baj. Egyedül jött idáig? Aggódtam. Nem könnyű egyedül a bozótosban. Hadd kötözzem be a fejed. Francba. Az az én kalapom. Oh. Nem úgy tűnik, hogy erre jött. Sosem voltál jó nyomkövető. Szerinted elérjük estig a farmot? Ha a sötétben tereled őket, biztos elveszíted. És ha eltévedt? Aggódsz. Lovagolj előre, majd hazatereljük őket a fiúkkal. Inkább nem. Buck úgyis hazaviszi. Gyerünk! Én kezdem az őrködést. Rendben. Elmondta nekik? Ha elmondja, mindkettőnket visszaküldenek a városba. Asszonyom, mindig szóljon, ha az őrhöz közelít. Sajnálom, ami ma délután történt. Már el is felejtettem. Hallottam egymást. Rólam. Egy Daniels Robert nevű emberről. A sheriff szerint itt bujkál valahol. A legtöbb itteni bujkál valami elől. Vegyük például Kitet. Vagy Mr. Hobsont. Rich mi elől bujkálna? Maga tudja, hogy... Attól tartok, most én voltam tolakodó, úgyhogy elnézését kérem. Otthon, Arkansasban... Nem kell elmondania. Rich mesélt a szabályról. Szabályról? Senkit se kérdezzünk a múltjáról. Arkansasban volt egy fickó, aki erőszakoskodott az egyik barátnőmmel. Verekedtünk. Meghalt. Nem ítélem el. Fehér volt. Ha visszamegyek oda, akkor fellógatnak. Jó ét. Mr. McDaniels. Gyerünk! Hey! Ne aggódj, vacsorára hazaérünk. Tovább a csordát! Porter a csapáson van. Nem menekülhet örökké. Hadd válasszam meg én az időt és a helyszínt. Vigyázzon a fiúra. Jó reggelt, parancsnok. Mrs. Hobson? Csak maga és a fiú? Mintha Daniels Robertet láttam volna. Most is látja?
Egyedül maradtak a csordával? Maga és a fiú? Nem is rossz két újonctól. Legyen óvatos, Mrs. Hobson. Veszélyes vidéken jár. Gye! Tüzet is rakott. Mit mondtam? Biztos kávéval is palacsintával vár. Tewksbury. Ott van kettő. Maradj a csordával, nem veszíthetünk el többet. Húzza le a fejét. A kölcsön jövő ősszel jár le. A csorda a biztosíték a kölcsönre. Ha a csorda megcsappan, veszélyben a pénzem. Mind megvan. Most tereltük le őket a völgybe. Ez megnyugtató. Akkor számoljuk meg. Mindjárt besötétedik. Reggel majd megszámoljuk. Inkább ma, ha nem bánják. Jó. Hol van Gloria? Nincs magával? Hová mész? Glóriáért. És Tewksbury? Nincs 250 marhánk. Mindig azzal jössz, hogy te csinálsz mindent. Oldd meg! Elveszik a csordát, és nem érdekel. Ha választanom kell a csorda és a nejem között, inkább a nejem. Ha folyton megmented a hátsóját, hogy fog boldogulni? Mindig ez van. Ha engem kérdezel... Nem kérdeztelek! Rendben, akkor leszúrom Tewksburyt, és elrejtem a hulláját. Remek terv! Egész jól néz neki. Azt hiszem, nem is láttam ennél jobb csordát. 225. Azt beleszámolta? 226. Szerintem azt kihagyta. 227. Na. 244. 229. Nem. 234. 236. Várjon. Nem, 46. 236. 237. Hol van Gloria? Bement a bozótosba arra, egy tehén után. Gloria! 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 41, 42, nem, 243. Nem, 250. Nem, azokat számoltam. 243, héttel kevesebb. Szerintem azt kihagyta. Beleszámoltam, héttel kevesebb. A pokolba, ez nem... Gloria! 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 Igen? Jól vagy? Jól mondtad. Bármi végezhet velünk. Aggódtam, érted? Azt hiszed, nem tudok vigyázni. De úgy tűnik. Amikor Tewksbury azt mondta, nem vagy a farmon... Tewksbury? Eljött megszámolni a marhákat. Azt hiszem, nem mondtam, de láttam rajta, mit hogy... akar? Ha nincs meg mind, behajtja a kölcsönt. Folyton azt álmodom, hogy... Nincs meg mind. Láttalak a fák között. Hiányzik egy pár. Miért húzzuk az időt? Vigyük őket haza. Gloria! Mi van? Gyerünk! Gyia! Szeretlek! Nem veheti el a csordát, mert 7 marha hiányzik, az csak 150 dollár. Ha nincs meg a pénz, likvidálom a biztosítékot, hogy visszakapjam a kölcsönt. Ez a törvény. Ha most adja el őket, szinte ajándékba adja. Természetesen, amit pluszban kapok, mind a maguké. Nem cserélhetem őket pénzre.
Biztosíthatom, nem szívesen teszem ezt magával. Pedig úgy tűnik. Lovas a bércen! Nézze! Ott vannak a hiányzó marhák! Egy, kettő, három, ne. Négy, öt! Én csak ötöt Én hetet látok. Ennyiük van. 248. Na de... Mr. Tuzbury, várjon! 248 darabban, nem 250. Ott hét van. Ez túl kevés, megszámoltam. Csak 248 marhája Csak két marha. Aláírták a szerződést, semmit sem tehetek. Miért akar tönkretenni minket? Mert ha nem tudjuk kifizetni a befektetőket, Mr. Tuxbury áron alul vehet magának egy jól felszerelt farmot. Miért nem gondolkodott? Mennyit ér két tehén? Mostani árfolyamon? Darabja $100. Ostobaság lenne kihagyni egy ilyen jó befektetést. Szerintem ez legalább $200 megér. Gloria. Ugye, Mr. Tuxbury? Nem veszem el a jegygyűrűjét. Ha elveszi a farmunkat, ezt is elveheti. Ez elég biztosíték? Ja, igen. Azt hiszem. Össze visszakérjük. Jól van, lassan indulok. Csak bemegyek megnézni, nem hagytam el ott valamit. Tudja... Ha két marhával több lett volna, még lenne egy gyűrűje. Kit! Szeretném megköszönni, hogy végig Glória mellett maradtál. Semmiség. Hálás vagyok, és ő is. Így van. Több ilyen cowboyra lenne szükségünk. Én megyek mosakodni. Nagyot alakítottál. Csak azt tettem, amit kellett. Gloria Hobson. Ifja Richmond Hobson. Többé ne hagyjál. Arra mérget vehetsz. Tuxbury most indul. Csak kell szólok. Biztos szívesen elvinnék Glóriát Vanderhoffba. Talán ez az utolsó esélye, mielőtt beindul a havazás. Érted? Aha. Szóval... Nem megy. Inkább nekünk segít. De ő nem tartozik ide. Mrs. Hobson? Mm-hmm. Elnézést, de megbocsát egy percre. Mm-hmm. Köszönöm. Mikor szállsz le a nejemről? Miután elment. Akkor szétrúgom a hátsód. És ha én a tiédet? Ha nyersz, visszamegy Vanderhoofba. Ha én nyerek, marad. Ti mit csináltok? Menjen. Ez csak ránk tartozik. Nem berekedhetsz vele. Dehogy nem. Így lezárhatjuk az ügyet. Ez az én harcom. Én hívom ki. Legalább ezt hadd tegyem meg, érted? Látod, ha egyszer belekezd. Tudok harcolni magamért, jó? Gyerünk! Na, állj ki ellene, gyerünk! Állj ki ellene! Mik a szabályok? Na? Szabályok? Ez egy csűr mögötti verekedés. Nincsenek szabályok! Csak kérdeztem. Gyerünk, mutasd meg neki. Nézd, Kezdjük. Gyerünk. Rajta. Gyerünk. Kérem. Ne. Gyerünk, Penn. Rich. Gyerünk. Rajta. Ez. Na, ne csináld. Gyerünk már. Rich. Engedjen el. Nem foghatja le a karomat. Nem megy. Nem verekszem nőkkel. Akkor győztem! Ezek szerint maradhatsz. Nem is mennék el.
Szeretlek. Ugyan, haver! Igazságosan győzött ellened. Egész ügyes játék volt. Egyszer majd én is kipróbálom. Végre valakinek támadt egy olyan ötlete, mint neked. Eszembe jutott az a két tehén. Mi lenne, ha holnap reggel kitten lóra pattannánk, és megkeresnénk őket, mielőtt belepi őket a hó? Komolyan? Menni fog? Azt hiszem, keménytelünk lesz. Hosszú keménytelünk. Komolyan beszélek. És amíg oda leszünk, eltervezhetnétek a ház kibővítését, mert tudjátok, több szobára lesz szükségünk, és most, hogy már társak vagyunk. Magyar szöveg Szép Laki Éva. Hangmérnök és vágó Pap Zoltán István. Gyártásvezető Kassai Zsuzsa. Szinkronrendező Pesti Zsuzsanna. Produkciós vezető Legény Judit. A magyar változat az SPI International megbízásából a Laborfilm Szinkron Stúdióban készült. Producer Janicsák István.